Az Alfa Hold bázis egy nukleáris robbanás következtében letért a pályájáról, és kilökődött az űrbe. Martin Landau, Mihály Győző. Barbara Bain, Borbás Gabi. Alfa Hold bázis. Katrin Schell, Götz Anna. Alfa Hold bázis helyzetjelentés. 2515 napja tértünk le a Föld pályájáról. Dr. Helena Russell feljegyzései. König parancsnok nem reagál a kezelésre, miután különös módon balesetet szenvedett az egyik sassal. Meg lehet, hogy az agyi hullámokat stimuláló készülék rontott az állapotán. Eszelősen fogadta a földi mentőegységet. Továbbra is meg van győződve róla, hogy a felbukkanásuk rosszat jelent, és hogy gonosz erők munkálkodnak. John! Drágám! Ne jöjjön a közelembe! John! A fivérem Guido. Tony! Allen! Maja, mi van magukkal? Nem hajlandó elhinni, hogy barátok és rokonok a földről. Ragaszkodik hozzá, hogy szörnyek, és meg akarják ölni, mert ő az egyetlen, aki az útjukban áll. Miért nem értik meg? Mind megvakultak! A parancsnok a gyengélkedőn maradt, és régi barátom és mesterem a földről, Dr. Shaw, megígérte, hogy rendszeresen benéz hozzá. Tehetetlennek és letörtnek érzem magam, mert nem engedhetem el Königet. A téveszme miatt, hogy szörnyek törnek az életére. A szörnyek karneválja, második rész. Dr. Shaw, mi a véleménye? Az életjelei nagyon gyöngék. Talán ez hat az elme állapotára. Ha bármiben segíthetek... Majd szólok, köszönöm. Jól van, Maja. Lássuk, hogyan reagál. John. John. John, Maja van itt. Mutatni akar valamit. Egy felvételt. A felderítők. Ez egy sas. Látom a földet. Kék, kék és gyönyörű. Egyre közelebb jutunk. Egy sasban ülnek. John, miért nem fogadod el, amit mindenki mond? Maja, mit látod akint, a vezérlőben? Földi embereket. Azt reméltem. Azt hittem, a maga elméje ellenállhatott a telepátiának. Milyen telepátiának? Maja, ha körülnéz, földi embereket lát. Ha én nézem, én szörnyeket látok,
egy másik dimenzióból. Egyikünk téved. Elképzelhető, hogy maga? Ez egyben azt is jelentené, hogy mindenki más téved. Maja, kizárólag engem kapcsoltak rá a gépre. Nos, a gép vagy eltorzította az érzékelését. Vagy pont megvédte. Befolyásolnának? Nem, ez lehetetlen. Azért az különös, hogy mindenki valakinek a barátja. Csekély a valószínűsége. Mindannyian valakinek az emlékeiből bújtak elő. Lehet. Letapogatták mindannyiunk elméjét, és amit találtak, abból kivetítették, amire szükségük volt. Idegenek nem lehettek, mert azok nem szerepeltek az emlékeinkben. Egy pillanat. Maja is látja az embereket, és nincsenek róluk emlékei. Elképzelhető, hogy képeket vetítenek más emberek agyából az enyémbe. Ha az elméjükkel befolyásolnak, miért engedik ezt a beszélgetést? Talán valami céljuk van vele. Talán jelen kéne lenniük hozzá. Igaz. Ben azt állította, hogy Sandström meg akart ölni téged, de semmit sem tehetett ellene. És amikor Allen elsétált onnan Luizával, akkor került az irányításuk alá. És az adattárban Kandert irányították. Uralták az elméjét. Bizonyára rájött valamire, nem ment el az esze. Ők bírták rá, hogy nyissa ki a palackot, ami a halálát okozta. Bár tudnánk, hogy mi az, amit felfedezett. Figyeljenek! Hónapok teltek el. A földön már több tucat év. Ha tényleg földiek, 100 évvel idősebbnek kéne lenniük. Eszembe juthatott volna. Nem, mivel nem engedték. Azért nem tudták az irányításuk alá vonni az agyamat, mert a gépre kötöttek. Talán valóban van benne valami, de ez iszonyú elmélet. Helena, kérlek, oldozz el. Szólunk Tonynak? Nem. Nekik ez meglepetés lesz. Ha szólunk Tonynak, úgy elveszíthetjük az egyetlen előnyünket. Maja, alávetné magát az agykezelésnek? Ezzel a géppel? Igen. Na hát nem tudom, hogy ki bírná-e. Meglátjuk. Meg kell próbálni. Akkor majd én csinálom, és nem Maja. Te tudod kezelni a gépet, mi nem? Helena, ha ez igaz, Maja megtehet olyasmit, amit te nem. Te kis szépség! Mi lesz az első teendőd? Kimegyek ütni egy golfpályára. Ha. Neked? Nekem? A neve Ginny. Ha? Na és te, Jack? A neve Caroline. A szeme az anyjáé. 5 esztendős. Sandra! Mit kértek nász ajándékba Peterrel a földről? Hogy ott lehessünk. Nézzétek meg az időjárást! Tuti, hogy havazik Kaliforniában! Hé, csak tréfának szántad, nem? Maja! Maja! Milyen volt? Könnyű? Pillanat, pillanat! Nos,
Kezdődhet a tivornya. Ahó, földi irányítás! Itt a felderítő hajó, hallják? Mit szólna, ha berepülnék? New York irányítás, tisztel halljuk magát. A komputer átvette a vezérlést. Semmit sem kell tennie. Dőljön hátra és érezze jól magát. Jó, hallom, vén földlakó. Alan Carter a holdbázisnak. Már is pályára állunk. Aztán jöhet a landolás. Nos, pittyeg akár az ébresztő óra, mint mindig. Helyes. Helena. Mit látsz kint? Dr. Shaw-t és vele Sandra vőlegényét. Maja? Úgy nézd meg ki, mint a szemetesek, amikor bizonyos szerves anyagok rothadni kezdenek bennük. Ó, ez egyszerűen csodálatos. Készen áll a történelmi mondat? Mondjuk, ez csak kis lépés az embernek. Már foglalt. Miért kéne eredetinek lenni? Mit mondasz, Alan? Merre van a klótyó? Na, ez benne lesz a könyvekben. Itt New York központ. Nincs semmi fennakadás. Automatára állítottuk a gépet. New York kellős közepén fog meg földet érni. Nukleáris hulladéktároló. Nukleáris ellenőrző központ. Keressünk egy jó szállodát! A kilátás se legyen, kutya. A kilátás nem érdekel. Az a fő, hogy legyen benne telefon. Annak idején a nagy alma becenevet kapta. Minden a terv szerint halad? Igen, az egyik itt marad, hogy beállítsa az adagot. A másik kettő bemegy elindítani a folyamatot. Mit akarhatnak? Ki kell deríteni? Ó, sejtem, hogyan. Nem szívesen kérem erre. Ez olyan visszataszító. Higgy el, ha lenne más módja... Maja, ne feledje. Tudják, hogy alakváltó, szóval óvatosan. Nincs túl sok időnk. Egyre gyorsabban fogy az energiánk. Két idegent a nukleáris tárolóba irányítottunk. Amint felrobbantják, fel tudunk töltekezni. És az összes idegen elpusztul. Nem jelentenek problémát. De olyan ocsmányok természetesen nem jelentenek gondot. Mindazonáltal a haláluk előtt boldogok lesznek.
mi közeledik itt felénk. A mi külsőnket mutatja, de nem a mi fajtánkhoz tartozik. Állj meg! Egy lépés cse! Aj, ne kérje, hogy még egyszer megtegyem. Az agyuk zseniális, az ösztöneik meg félelmetesek. Mit akarnak, Maja? Ez a fajta radioaktivitáson él. Sugárzás? Igen, csak azt az energiát tudják befogadni, attól maradnak életben. Mit keresnek itt? Nos, az ő bolygójukon megszűnt a sugárzás, éhen pusztulnak. Ha nem jutnak hamar nagy adaghoz, végük van. A hulladéktárolót akarják, és Egy pillanat! Ez még hasznunkra lehet. Övék lehet a hulladékunk. Ez nem ilyen egyszerű. Miért nem? Ami kell, az egy intenzív sugárzás, amihez előbb robbantani kéne. Robbantás? Az végez velünk. Ezért irányítják az elméinket, hogy ne vegyük észre, hogy felrobbantjuk önmagunkat. Miért nem robbantják fel ők maguk a telepet? Kevés a kinetikus energiájuk, csekély fizikai tevékenységre képesek. Befolyásolnak, és így mi robbantunk helyettük. Hogyan? Rávesznek, hogy mást higgyünk, miközben valami más cselekszünk. Úgy, mint velem a sasban. Pillanat. Allen, Bartlett és Örlik. Tehát itt vannak. A hold felszínén. És sassan repültek. Szerintem felderítő hajó. Ott vannak a telepnyél. Alá fogják aknázni. Hajtóanyag nélkül nem megy. Ott a hajtóanyag. Azzal röpítik a levegőbe. Nem tehetik meg. Nem tudják, hogy megteszik. Komputer, zárd be a hajtóanyag tároló ajtaját. Kerítek egy sast. Álljon meg, Csók! Hová akar? Muszáj hajóhoz jutnom. Figyeljen ide! Megállni! Helena! Hogy jutott ki innen? Csak
csak úgy kiszabadult. És mi a fenéért nem riasztott? Bárkinek baja eshetett volna. Bocsánat, Tony, majd ellenőrzés alá helyezem. Jó, nagyon helyes. Maradjon mellette. Sose tévessze szem elől. Igenis. Nem jön, Dr. Shaw? Helena! Parancsnok! Jogal. Allen? A hajtóanyag raktárban vannak. Mennyi idő rákötni minden embert a gépre, hogy immunisak legyenek az idegenekre? Az napokba telne, napokba. Ha nem tudjuk megtörni a lények uralmát, az alfának befellegszett. Lenne rá mód, csak most jut eszembe. Mi? Néha szónikus érzéstelenítést szoktam alkalmazni. Fehér zajnak nevezik. Úgy működik, hogy megbénítja az agyi idegpályákat. Így nem juthatnának be a telepatikus utasítások. Fel kell erősíteni és eljuttatni a legénységhez. Úgy van. Jól van rajta. Helena, meg ne próbálja a vezérlő közelébe menni. Különben megint befolyásolnak. Állítsuk kábító fokozatra, és reméljük, hogy nem olvasnak a gondolataink között. A többiek fognak elénk állni. Megállj! Gyilkos fokozat. Tony! Mi a fene folyik itt? Hallgass! Ennél jobban nem tudom felerősíteni a hangját. Mi van Allennel és a másik kettővel? Őket is eléri? A sisak adóvevőjén át hallhatják, de ha az idegenek blokkolják, nem lesz elég ereje. Az energia jót tesz neki! Felszívottak. Eltűntek. Győztünk. A hajtóanyag tár. Nem álltak le. Bartletthez mennek a robbanóanyaggal.
Tony, Maja! Sugárvédő pajzs nyitva. Már tudnak a fehér zajról. Allenre, Örlikre és Bartletre összpontosítanak. De hát éheznek. Honnan van erejük? Nos, az alfa minden elektromos műszere kibocsát egy kevés sugárzást. Abból merítenek erőt. Helena! Igen? Kapcsolj le minden energiát. A kommunikáció marad. Vége. Nem látom őket. Ott kell lenniük valahol. Allen, itt König parancsnok, jelentkezzen. Allen! Allen, nem hallja? Jelentkezzen, feleljen! A sasegy Allen Carternek. Hallja, amit mondok? Van ott valami balra. Közelítsen rá. Ott vannak. Allen, Örlik, itt König, figyelem. Nem hallják? Allen, jelentkezzen. Allen, jelentkezzen. Feleljen. Tegyen le engem előttük. Nem ajánlom. Túl laza a talaj. A sas súlya alatt könnyen beszakadna. Akkor Hevederrel. Tegyen ki előttük. Maja, készíts elő a kamrát! Dekompresszió kész! Ereszthet!
vissza a dekongressz. Jól van, akkor rajta, Maja. Siess! Allen! Örlik! Allen, én vagyok az! Rám. Allen, figyeljen rám! Allen nem tudja, mit művel! Tartálja a kiukat. Ronny, Erlichnek kevés a levegője. Vissza kell jutnia az alfára. A kiegyenlítő kamrába nincs más esélye. Jövök már, John. Segíts nekem! Amikor beérsz, bezárod az ajtót.
Maja! Igen, parancsnok? Mindenhol nyüzsögnek, amerre csak nézek. Se mentálisan, se fizikailag nem árthatnak. Csak Allent és Bartlettet tudják irányítani. Nem jut be. Bezárták az ajtót. Elérték a reaktort. Hamarosan elég sugárzáshoz jutunk. Jutott. Nem számít. Ellenállnak neki. Maja? Parancsnok? Hogy tudják irányítani Allent és Bartlettet? Mindent lezártunk. Honnan van erejük? Nos, az emberi agyban is akad elektromosság. Talán az alfa legénysége eleget sugároz ahhoz, hogy életben maradjanak. Eszméletlen állapotban csökken az agy tevékenység, ugye? Nagy mértékben. Helena, iktassuk ki a legénységet, kivéve téged és a főgépészt. Álljuljanak el. Ahogy mondod. John! Ne vitatkozzunk, menni fog? Persze, hogy menni fog. Van egy jó altatogázunk, de... Csináld, John... vége!
Ez itt hajtóanyag. A reaktorba akarta vinni. Felrobbant volna a bolygó? Úgy van. Illúziókat láttak Allennel, de most megtörtük az uralmukat. Rajta segítsen! Maja, azt hiszem Bartlett rendben van. Vigyázzon, parancsnok! Most, hogy mindenki elalélt, csekély az erejük, de azt Allenre összpontosítják. Allen! Bartlett! Őt még uralják! Allen, figyeljen rám, semmi baj! Most már vége! Valóban? Ne! Nem segít! Gyorsan tanul John König. Ez reményteljes. Tényleg? Mégis kinek? Kétségtelen, Bartlett, hogy eddig téveszmékkel tápláltuk. De nem volt-e boldog? Boldogabb, mint bármikor a holdbázison. Élhette az életét azokkal együtt, akiket szeretett? Úgy élt, mintha ott lenne a Földön? De ez nem az igazság! Ez csak álomvilág! Jobb-e a boldogság álmában létezni, mint szembenézni a valósággal, amit gyűlünk? Bartlett, segítsen! Valóban el tudja fogadni, hogy itt éli az életét. Itt öregszik meg, és itt pusztul el ezen az űrbéli ostereben. Meddig tarthat az álom? Amint az atomtároló felrobban. Minden emberi életnek vége a Holdon. Hogy meddig tarthat, ennek nincs értelme. Lényegtelen kérdés. Az idő viszonylagos. Egy pillangó egy nap alatt képes teljes életet élni. Az egysejtű organizmus egy másodperc alatt. Így tehát, ha valaki elégedett a sorsával, az időnek nincs jelentősége. Bartlett, ne figyeljen rá, segítsen! Mi teljes életet kínálunk az alfaiaknak. A szeretteikkel lehetnének az otthonukban, a Földön. Nem lenne keserűség vagy kín. Nem lenne félelem, vesztesség. Ez a mi ajánlatunk. Bartlett! A lézerével kábítsa el Allent! És most helyezze be a hajtóanyagot a reaktorba. Rajta! Kapja el, Bartlett! Hiába kér segítséget Bartlett-től. Immár halhatatlan. Figyelj rám! Én vagyok az! Én vagyok! Maga szörnyen primitív organizmus parancsnok. Az örökös boldogság állapotába juthatott volna el az idők végezetéig. Így viszont az élete olyan lesz, mint amilyen a fajtája élete általában. Kegyetlen és értelmetlen. Jobb saját magamként élni, mint bolondként valaki más álmaiban.
Az illúzióknak vége. Maja, kérdezni akartam valamit. Milyen lényé is alakultál át? Ó, Larenné. Mivé? Larenné. Az élőhelye a pszichon egyik holdja volt, ahol ritka a légkör. Hogy marad fenn? Oxigént tud raktározni, ahogy a teve az ivóvizet, a bőre akár az űrruha, és rendkívül erős. Maja, tegyél le! Maja, abba hagynád a szórakozást, tegyél le, jó? Mikor fognak felébredni? 10 perc múlva. Nem lehetne felgyorsítani? Nem. Hogyan irányíthatnék egy Csipke Rózsika bázist? A te ötleted volt. Az a lány, lehet, hogy illúzió volt, mégis a... A volt ez az ötlet. Magyar hangok. Sinkovics Vitai András, Lux Ádám, Németh Kriszta, Németh Gábor, Beratin Gábor, Stent Dániel, Barabás Kis Zoltán, Andrész Kati, Varga Tamás, Bolla Róbert. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök és vágó Papp Zoltán István, gyártásvezető Pesti Zsuzsanna, szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Laborfilm szinkronstúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.